Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió keddi híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket. Startola volt, több ezres tömeg várta, hogy megnyissák a kapukat kedden délelőtt. Ásatások Nagycenk határában gazdag történelmi lelőhelyeket találtak a régészek. Először hallgasd meg, kábítószerellenes világnapon a fiatalok meghallgatását tűzték ki célul. Megnyitott a kapuit a Volt Fesztivál. Délelőtt 10 óra után néhány perccel vették birtokba a fesztiválozók a lövérkempinget. Az ötnapos rendezvényt a Depeche Mode első magyarországi fesztivál fellépése nyitotta meg kedd este. Több ezres tömeg várta a kapunyitást kedden délelőtt a lövérkempingnél. Több mint 10 kapun engedték be a fiatalokat, hogy zökkenőmentes legyen a bejutás az első roham alatt. A kemping is benépesült, sokan építettek sátrat, de új lehetőség volt a pótpad, amely a hagyományos sátor egyik alternatívája, zárható ajtaja van és faágyakkal felszerelt. A rendezvényre összesen 150 ezer vendéget várnak, a legtöbben már visszatérő vendégek a Volton. 8 éve járok a Voltra, nem nézem már a föllépőket, csak jövök. Tehát igazából én a hangulat miatt jövök ide már. Úgyhogy nagyjából annyi, az úriember állítja itt a sátrat. Nem annyira megy neki. Helyes fesztiválra jöttünk, most még csak egyedül, meg barátok itt ott, aztán pár nap múlva csatlakozik a párom is, úgyhogy aztán végig maradunk. 12 vagy 3 éve járok most már ide, minden Volt fesztiválon itt voltam. A nagy színpadon már délelőtt készültek a Depeche Mode koncertjére. Az angol szinti pop együttes először lép fel fesztiválon hazánkban. Sokan már a kapunyítás után elfoglalták helyüket a nagy színpad előtt, hogy a legjobb helyen élvezhessék a koncertet. Idén először lehet karszalaggal fizetni a Volton, ehhez alkalmazás is készült, amelyen keresztül feltölthetőek a szallagok, és a programok is nyomon követhetőek az applikációval. Párját ritkítóan gazdag lelőhelyekre bukkantak régészek Nagycenk határában, az M85-ös főút kivitelezését megelőző ásatások során. A szakemberek mintegy 5 hektáros területen 2 őskori temető részletet és egy őskori telepet találtak. A területekről több csontváz és rengeteg műkincs került elő. Nagyobb méretű, illetve mélyebb sírgödrökben valószínűleg rangosabb halottakat temettek el, ugyanis jóval gazdagabb volt a leletanyaga. Savanyú Bálint régész mutatja a helyet, ahol megtalálták az ásatás legjelentősebb leletét. A szakemberek a próbafeltárások során már sejtették, hogy komoly értékek nyugszanak itt a földben. Egy részkori, illetve egy vaskori teleprészetet sikerült a nyomvonalban megtalálnunk, illetve egy 30 síros középső bronzkori temetőt, valamint egy 7 sírra rendelkező koravaskori temetkezés részletet, illetve temető részletet sikerült azonosítanom. Ezek a felvételek a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum munkatársaitól, Gera Ágnestől és Szalai Gábor Oszkártól származnak. Stábunk a leleteket övező biztonsági intézkedések miatt csak a munkálatok után tudott felvételeket készíteni a helyszínen. A fotográfiákon jól látszik, hogy milyen gazdag leletanyag került napvilágra. A megannyi csontvázat rengeteg értékes tárgy is kísérte. A középső bronzkori temetőrész, tehát a 30 sír, az hazai és nemzetközi szempontból is igen kimagaslónak mondható, ugyanis a sírokból nagyon sok bronz ékszer került elő, itt bronz nyakperecekre, bronz karperecekre kell gondolni, amik nemzetközi viszonylatban is ritkaságnak számítanak az ilyenkorú temetkezésekben, valamint egy bronztört és egy most úgy tűnik, hogy kőből készült, bronzzal bevont, átfúrt tárgyat, valószínűleg egy jogarként értelmezhető tárgyat is sikerült az egyik sírban megfigyelnünk. Az említett tárgyak azt támasztják alá, hogy az itt temetkező közösség országos viszonylatban is jelentős lehetett. Ráadásul ennek a kolóniának is a vezető rétege temetkezett ide. A leleteket elszállították a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumba. A leletek elsődleges feldolgozása már folyamatban van. Először hallgasd meg, mottóval hirdette meg az ENSZ az idei kábítószer ellenes világnapot, mert a világ szervezet szerint a fiatalok meghallgatása az első lépés az egészséges és biztonságos növekedésük érdekében. A Volt Fesztivál szervezői is mindent megtesznek, hogy a résztvevők kábítószerek használata nélkül bulizzanak a következő napokban.
Ez a speciális szemüveg jól szimulálja, milyen, amikor valaki bódult állapotban próbál sétálni. Többek között ezzel is segítenek a fiataloknak a soproni rendőrkapitányság munkatársai, akik idén is jelen vannak a Volt Fesztivál civil zónájában. Az a program, amit idáig folytattunk a oktatási intézményben, meg valamilyen formában, ugye, jóval nagyobb létszám mellett folytatódik kinn a Volton is, ahol bűnmegéléssel kapcsolatosan ismeretanyagokat adunk a fiataloknak, feltett kérdéseikre válaszolunk. Teszteket töltünk le, amelyeket közösen értékelünk. Minden olyan problémámat, amit felvetnek, és bűnmegelőzéssel, drogfogyasztással, kábítószer fogyasztással kapcsolatos felmerült kérdés, azokra porunk választ adni. Olyan célból, hogy óvjuk a fiataloknak az egészségét, ezekről a káros szenvedéktől, ha lehetséges, akkor távol tartsuk őket a jó tanácsainkkal természetszerűen. A designer drogok megjelenése új kihívás elé állítja a területen dolgozó szakembereket. A kábítószer ellenes világnap jó alkalom arra, hogy ezekre a veszélyekre is felhívják a fiatalok figyelmét. Egy olyan gyereknek is halált vagy súlyos egészségügyi problémát okozhatnak a designer drogok, aki nem drog, pusztán csak a buli kedvéért, mint például itt a fesztiválon, egyszeri alkalommal próbálja ki ezeket a drogokat. Én tényleg óva intek minden fiatalt, hogy bármilyen jellegű designer drogot kipróbáljon. Meg kell értetni a gyerekekkel azt, hogy amikor elmegyünk szórakozni, amikor jelen vagyunk egy ilyen fesztiválon, ne az legyen a cél, hogy minél több szert, minél több alkoholt, egyéb drogokat fogyasszunk, hanem érezzük pusztán jól magunkat a hangulat és a zene miatt. Világszerte mintegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen illegális szereket. A drog évente körülbelül 200 ezer ember haláláért közvetlenül felelős. Magyarországon 1997 óta tartják hivatalosan a kábítószer ellenes világnapot. Védőszentjük Szent László napján a Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesületének tagjai is megemlékeztek a régi időkről és az elhunyt bajtársaikról vasárnap. A meghitt hangulatú rendezvény keretében a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit az elhunyt határőrök emlékét őrző kopjafánál. Az eseményen lerótta a tiszteletét a Határőr Nyugdíjasok Soproni Egyesületének elnöksége, és Sopron város nevében dr. Simon István alpolgármester, illetve Stökker Tamás irodavezető helyettes is. Mellettük a Rendőr Nyugdíjasok Baráti Egyesületének vezetősége is koszorúval tisztelgett bajtársaik előtt, akik már odafentről őrzik hazájukat. Ma a Szent László nap védőszentünk napját ünnepeljük, illetve határőrség napját, ami egyben kötődik ezzel a szent ünneppel, és ezt hagyományőrzésként szeretnénk tovább tartani ezt az ünneplés sorozatot. Hat fúvós zenekar dallamai csendültek fel vasárnap Sopron történelmi utcáin. Az idei nemzetközi fúvós zenekari találkozón a zenészek régi barátságokat erősítettek tovább, és megszakadt kapcsolatokat elevenítettek fel. A rendezvényt azért hívták életre, hogy megmutassák, a fúvós zenének van helye a kulturális eseményeken. Érkezik a mosonmagyaróvári Kühne fúvós zenekar a főtérre, ahol a házigazda Juventus koncert fúvós zenekar muzsikával és baráti üdvözlettel fogadta a művészeket. Egészségetekre! A nívós nemzetközi találkozóra határon innen és túlról összesen 5 fúvós zenekar érkezett a leghűségesebb városba. Kempten testvérvárosból a Szent Mangi városrész fúvós zenekara, akikkel 30 éves kapcsolatunk van, akkor a legújabb kapcsolatunk, inkább talán fölelevenített kapcsolatunk a bécsújhelyi fúvószenekar, akkor régi harcostársak a mosonmagyaróvári Kühne, Győri Rába és a Szent Gotthárdi Városi Zenekar ennek a találkozónak a részvevői rajtunk kívül természetesen. A rendezvény pódiumán Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője is köszöntötte a résztvevőket. Sopron nem csak a hűség és a kékfrankos fővárosa, hanem azt gondolom, hogy a zene fővárosa is. Az országgyűlési képviselő kiemelte, Sopron vendégszerető város, ezért örül annak, hogy minél több kulturális és zenei eseményt hívnak életre itt, mert akkor Sopronnak ezt az arcát erősíteni tudják a turisták és a helyiek számára egyaránt. A találkozón felszólalt Franz Piribauer, bécsújhely idegenforgalmi városi tanácsnoka is, aki méltatta Sopron törekvéseit és hangsúlyozta, hogy valamennyi régió érdeke, hogy megismerjük egymás értékeit.
beköszöntő a hagyományokhoz hűen idén is a Fúvós zenekarok közös koncertjével ért véget. Vándorfairfestnek adott otthont Sopron Bánfalva. A búcsú jellegű napot a bánfalvi hagyománytermelők köre hívta életre vasárnapra. A rendezvényen színpadi műsor, kirakodóvásár, népi játékok és Bánfalva ízei is várták az érdeklődőket. A Vándorfairfesten beszédet mondott Mágel Ágost önkormányzati képviselő, aki elmondta, ezen a napon a zené és a táncé a főszerep Bánfalván, és reméli, hogy a bánfalvi hagyománytermelők köre minden évben megrendezi ezt a színes eseményt. Harmadik alkalommal szelhették a fertőtó vizét azok, akik neveztek az Eszterházi regattára szombaton. A nyílt versenyen az egytestű kajütős hajóosztályok versenkedtek egymással. A színvonalas versenysport élmény mellett a túrahajó versenyzés támogatása is középpontban állt. A zord erőteljes széljárás még a napernyőket is megmozgatta a harmadik Eszterházi regattán szombaton. A nem túl barátságos időjárás ellenére végül 13 egység nevezett a versenyre. A megmérettetés két futamban zajlott le, amely próbára tette minden versenyző képességét. A harmadik helynek a Pap Olá Pap trió, a második helynek pedig a horvát Böröc Tóth hármas örülhetett. A győzelmet végül a Szigeti Csigó Szórádi csapata zsebelte be. A nyertesek oklevéllel és serleggel gazdagodhattak. Labdarúgók lepték be a Kuruc-Dombi sporttelepet szombaton. Az ünnepi hetek kispályás tornája évről évre népszerűbb. Idén már 19 csapat nevezett a megmérettetésre. Komoly összecsapásokat és kiélezett küzdelmet hozott a soproni ünnepi hetek kispályás labdarúgó tornája. A megmérettetésnek a Kuruc-Dombi sporttelep adott otthont, ahol a csapatok több csoportban mérkőztek meg. A torna már nagy múltra tekint vissza, több éve mérkőznek meg egymással a csapatok. Emelte ki Galambos György főszervező. Mi 14 éve rendezünk először ilyen baráti futballtornát, aztán később a soproni sportfelügyelet segítségével, illetve a Szabadidős Sportszövetségével segítségével most már egész komoly kis rendezvényeket. Ez a 14. ilyen tornánk volt, és szeretnénk, hogyha ez a hagyomány folytatódna, és jövőre akár 24 csapattal is megrendezhetjük ezt az egynapos tornát ezen a remek helyszínen, ami a Kuruc-Dombi sporttelep. A csoportmeccsek után két ágra szakadt a mezőny, az ezüstág nyertes a polgármester vendéglő lett. Az aranyák harmadik helyét a villámszerviz gárdája szerezte meg, a második a gigant csapata lett, míg a végső győzelmet a sportuszoda aratta. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a mozaik, amelynek vendége az Út a Mosolyért Alapítvány vezetője lesz. Utána Páholy című műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió keddi híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán felhős, borongós idő várható, csapadékra is számítani kell. Az északi észak-keleti szél sok felé feltámad, a hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul majd. Az időjárás előrejelzést támogatta a Gyesebb ZRT.